Jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Nincs megállapodás a magyar térfélen, pattog a labda az uniós pénzek ügyében a költségvetési biztos szerint. 7,8%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom volumen, ez derül ki a KSH friss jelentéséből. És bekerítették Gázavárost az izraeli védelmi erők, az IDF eddig 130 terror alagutat semmisített meg. A magyar kormány tér felén pattog a labda az EU pénzek ügyében, jelentette ki kedden Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa. A DK szerint elképzelhető, hogy ha a magyar kormány továbbra is így folytatja a tárgyalásokat, akkor csak 2025 elején érkezhetnek meg az uniós források. A Fidesz EP képviselője szerint viszont a bizottság támaszt újabb és újabb feltételeket, ez akadályozza, hogy megérkezzenek az EU-s támogatások és hitelek. Bóth Péter Ákos volt jegybank elnök szerint, ha sokáig nem érkeznek meg az EU-s pénzek, annak könnyen adóemelés lehet a vége. Soha nem az volt a cél, hogy megbüntessük Magyarországot, hanem az EU pénzügyi érdekeit akartuk megvédeni a jogállamisági problémákkal szemben. A DK tette közzé ezt a felvételt az Európai Parlament költségvetési és költségvetés ellenőrzési szakbizottságának üléséről, ahol ismét szóba kerültek a Magyarországnak járó EU pénzek. Johannes Hahn költségvetésért felelős EU-biztos azt is elmondta, a labda Magyarország térfelén pattog a források ügyében, illetve cáfolta azokat a sajtóértesüléseket is, melyek szerint 13 milliárd eurót idén feladhat az Európai Bizottság. Elsősorban igazságügyi reform ügyben várnak további válaszokat a magyar kormánytól. Ezt mondta híradónknak az ülésen résztvevő Rónai Sándor. A DK EP képviselője szerint a bizottság azzal elégedetlen, hogy továbbra sem látja garantáltnak az intézményi függetlenséget Magyarországon. Rónai Sándor felidézte Hahn biztos májusban tett kijelentését, miszerint elképzelhető, hogy a források feloldásának problémáját majd a következő Európai Bizottság fogja megoldani. Ugyanaz az egy helyben toporgás történik, mert a magyar kormány nem tud vagy nem akar kielégítő válaszokat adni. Tehát, hogyha Orbánék ezt így folytatják, akkor előfordulhat az, hogy 2025 év elejéig egész egyszerűen ezek a pénzek nem érkeznek meg Magyarországra. Nagyon is átpolitizálódott ez a témakör. A Fidesz EP képviselője szerint viszont az Európai Bizottság a gátja a pénzek megérkezésének. Az Európai Bizottság szinte heti rendszerességgel újabb kérdéseket, magyarán újabb labdákat dob a magyar kormány térfelére, tehát ebből kifolyólag látjuk azt, hogy egy ilyen véget nem érő játék kezd fajulni ez a történet. A kormánytól is kérdeztük véleményüket, valamint azt, hogy van-e tervük arra az eshetőségre, ha esetleg soha nem érkezne meg ez a mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrás. Erre nem kaptunk választ. A Területfejlesztési Minisztérium azt írta, a legutóbb Brüsszelből érkezett két technikai kérdés érdemben nem befolyásolja, hogy az EU pénzek mielőbb megérkezzenek. Bóth Péter Ákos szerint, ha mégsem érkeznek meg Magyarországra az EU pénzek, annak mindenkire lesz hatása. Ha ez bekövetkezne, akkor a pénzügyminiszternek egy nagy kiadási stoppot kell valószínűleg elindítania, és hát nem lehet elkerülni az adónövelés sem, mert valahogy ezeket a hiányzó pénzeket pótolni kell. A volt jegybank elnök hozzátette, további következmény lehet, hogy a nemzetközi hitelintézetek leminősítik Magyarországot, ami pedig azt eredményezheti, hogy az állam még drágábban tud hitelhez jutni a pénzpiacokon. Tovább zuhanta a boltok forgalma, cipőn és ruhán spórolnak leginkább a magyarok, derül ki a Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. Összességében szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene 7,8%-kal esett vissza. A portfólió elemzője a következő hónapokban lassú kilábalásra számít a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből. Egymást érik ebben a Szentendrei kis utcában a bezárt boltok. Itt nálunk nagyon-nagyon-nagyon sok üzlet zár be. Nem tudom pontosan a számokat, de 30-40 üzlet biztos, hogy bezárt véglegesen. A bezárási hullám a Covid-járvánnyal indult, majd az elszálló infláció tovább rontott a helyzeten. Erről egy helyi hagyományőrző bolt tulajdonosa beszélt híradónknak. Szerdán délben alig sétáltak a hangulatos városrészben. A még nyitva tartó boltosok szerint az utóbbi időszakban sem volt sok vásárlójuk.
Ez a kézműves bolt a város szívében nyitott meg 40 évvel ezelőtt. Az egyedi tárgyak nagy részét maga a tulajdonos készíti, hétköznap alig akad vásárló, és már a hétvégi turista forgalom sem segít sokat a helyzeten. Visszafogottan. Tehát ez nem az az áru, amire minden nap szüksége van az embernek. Sem asztalterítőt, sem fogószettet, sem kenyértakarót nem vesz az ember minden nap. Főleg gyógyszerre költöttek az emberek, minden másban visszafogják a kiadásaikat. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Cipőn, ruhán, bútoron és műszaki cikken is sokat spórolnak az emberek. A nem élelmiszer kiskereskedelemben a forgalom mennyisége 7,5%-kal csökkent. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3%-kal lett kisebb a forgalom. A benzinkutakon is jóval visszafogottabban költenek az emberek, ezt korábban a MOL elnök vezérigazgatója is megerősítette. 20%-kal kevesebb a fogyasztás, mert ennyi volt az, amit igazából nem Magyarországon fogyasztottak el. A friss statisztikai adatok hasonló visszaesésről tanúskodnak. A holtankoljak.hu szerint ebben jelentős szerepe van a magas áraknak. Az év elején azért jóval 700 forint fölött voltunk, és akkor látszódott is, hogy kevesebbet tankoltunk. A nyári időszak azért hozott egyfajta volumennövekedést, de látszik, hogy használják a vármegye bérleteket. Összességében szeptemberben a kereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 7,8%-kal esett vissza. A portfólió elemzője szerint ez a csökkenő tendencia régóta megfigyelhető. Ez a csökkenés, ez az elmúlt hónapokban, hónapról hónapra, most éves bázisban beszélek, folyamatosan csökken, amelynek az volt a fő oka, hogy az a rendkívüli bázisemelő hatás, amit a 2022-es választások előtt kiosztott helikopterpénz okozott, ez szépen lassan kifutott. A következő időszakban viszont már lassú kilábalással számol a szakember. Brutálisan nőtt a sertéshús ára hazánkban az elmúlt néhány hónapban. Az utóbbi pár hétben ugyan mérséklődtek az árak, de így sem nevezhetők pénztárca barátnak a hústermékek. Híradóknak arra panaszkodnak az emberek, hogy az idősek már nem kilóra, hanem szeletre veszik kedvenc húsárójukat, hogy kijöjjenek a havi nyugdíjukból. Rengeteg a vásárló ebben a debreceni húsboltban, azonban jóval kevesebbet költenek, mint egy évvel ezelőtt. Ennek oka, hogy megemelkedett a sertéshús ára, így érezhetően visszaesett a vásárlása az eddigiekhez képest. Mióta eltűnt az ástop, úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog volt, hogy kivezették, viszont azt látom, hogy mennyiségre már nem ugyanazokat a mennyiségeket vásárolják. Tehát most egy kiló comb helyett csak 80 deka, fél kiló darált hús az egy kiló helyett, mindenki spórol. Vannak olyan idős vásárlók, akik a boltban már kiló helyett szeletre veszik a sertéshúst, hiszen csak erre telik nekik. A brutális magyar infláció miatt jelentősen drágult a hús, és ez sokak pénztárcáját megviseli. Hát szerintem mindenkiét. Eléggé. Tehát a bérekhez képest emelkedtek az árak. Tehát a világpiaci, európai szinten ott vagyunk, csak a bérek nem. Hát katasztrofális. Magas. Ezt mondja ez a nyugdíjas férfi, aki, hogy spóroljon, nem a boltban, hanem otthon készíti el a kedvenc hurkáját. Ha ugyanis csak az alapanyagot veszi meg, olcsóbban kijön, ha otthon tölti a hurkát, mintha boltban veszi meg a készárut. Általában úgy csináljuk, hogy kijöjjünk belőle. Most mit tudom, a hurkatöltést akarok csinálni. Otthon házilag, mert így már megfizethetetlen a hurkára is. A szakemberek egy része azt állítja, egyelőre megállt az áremelkedés. A hentesek viszont azt mondják, nem kizárt, hogy az igazi drágulás még csak ezután jöhet. Péntektől tovább csökkennek az üzemanyagárak a magyar benzinkutaknál. A benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj 5 forinttal kerül kevesebben majd péntektől. Az utakon írja a holtankoljak.hu. A gázolaj ára így 626 forint, míg a 95-ös benzin 597 forint lesz majd literenként. Legutóbb nyáron volt 600 forint alatt a benzinára, azonban januártól már 700 forint feletti üzemanyagárakra lehet számítani a várható jövedéki adó emelések miatt. A vendégészakák száma 5,8, a vendégeké 9,4%-kal nőtt szeptemberben a tavalyi értékhez képest, derült ki a KSH legfrissebb turizmust bemutató jelentéséből.
A szokatlanul enyhe szeptemberi időjárás segített abban, hogy a belföldi vendégészakák száma az előző hónapok 5-10%-os visszaesései után már csak 1,2%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest. Jó jött például, hogy a Balatonnál 8,5%-kal több vendégészakát töltöttek el szeptemberben a magyarok, mint egy évvel ezelőtt. A külföldiek által eltöltött vendégészakák száma is jócskán nőtt, 13,3%-os emelkedést mért a KSH. Bekerítették Gázavárost az izraeli védelmi erők, és már a Hamas erődítményének tartott város részben harcolnak a terroristákkal. Az IDF 130 terror alagutat semmisített meg, ugyanakkor negyedik napja nyit humanitárius folyosót a palesztin civilek számára, hogy elhagyhassák Gáza északi részét. Az izraeli erőket támadják a Hamász terroristái Gázában. A harcokról a terroristák közöltek testkamerás felvételeket. Máshol a Hamász terroristái aknavetőkkel lövik az izraeli állásokat. Az izraeli védelmi erők azt közölték, hogy már Gáza városban harcolnak. Ezekben az órákban a gázai övezet legfontosabb központjában harcolunk. Én is most onnan jöttem vissza. Évtizedek óta most először az izraeli védelmi erők Gáza város szívében a terrorizmus melegágyában harcolnak. Ez egy összetett és nehéz háború, amiért legmélyebb sajnálatomra súlyos árat fizetünk, mondta a déli parancsnokság vezetője. Gázában eddig 36 izraeli katona halt meg a harcokban. A földi harcok mellett légitámadásban kiiktatták a Hamász vezető fegyvergyártóját. Az izraeli miniszterelnök pedig azt közölte, hogy eddig több ezer terroristával végeztek az izraeli erők. Gázában az izraeli katonák egy vidám parkban is felfedezték a Hamász terroralagút rendszerének egyik bejáratát. Gáza a legnagyobb terrorbázis, amit valaha építettek. Az egész város egy hatalmas terrorbázis. A föld alatt több kilométer hosszan egymáshoz kapcsolódnak az alagutak, amik kórházakhoz és iskolákhoz is vezetnek, mondta az izraeli védelmi miniszter. Gázából továbbra is rakétákkal lövik Izraelt. Ezt a családi házat is eltalálta egy rakéta, ami rendkívül súlyos károkat okozott az épületben. Jemenből pedig a Hutik lőtték rakétákkal Izraelt. Északon a libanoni határnál is a legmagasabb szintre emelték a készültséget. Libanonban az IDF célozta a Hezbollah terrorszervezet állásait, ahonnan a rakéták tucatjaival lőtték az izraeli településeket. A határmenti városokból már evakuálták a lakosokat. Izraelben Be'eri kibuc volt az egyike azoknak a településeknek, ahol a Hamász terroristái végrehajtották brutális támadásukat október 7-én. Itt régészeknek kell segíteniük a helyi hatóságoknak, hogy a mészárlás több áldozatát azonosítsák a felgyújtott házakban. A becslések szerint több mint 1400 izraelit öltek meg a terroristák. Több helyen megemlékezést tartottak az elrabolt túszokért, köztük a jeruzsálemi siratófalnál és az izraeli parlamentben is. Argentínában plüssmackókkal hívták fel a figyelmet a Gázába hurcolt gyerekekre. Rómában pedig üres babakocsikkal követelték annak a több tucat gyereknek az elengedését, akiket a Hamász terroristái raboltak el. Kaliforniában eközben arra a zsidó férfira emlékeztek, aki meghalt, miután egy palesztin párti tüntető fejbe vágta egy megafonnal, amikor izraeli zászlót lengetett egy tüntetésen. Írásbeli kérdéssel fordult a miniszterelnökhöz a Demokratikus Koalíció, mert a párt szerint Orbán Viktor álszent módon védi a Hamasz terrorszervezetet. A DK emlékeztetett, a miniszterelnök a Türk tanácsban ülő diktátorok társaságában elítélte Izrael önvédelmi lépéseit, miközben Erdoğan török elnök szabadságharcosoknak nevezte a Hamasz terroristáit. Vlagyimir Putyin kormánya pedig barátként fogadta a terrorszervezet vezetőit Moszkvában. A párt azt szeretné megtudni a kormányfőtől, hogy miért nem ítéli el a terrorizmust Moszkvában, Ankarában vagy a Türk tanácsban, ha az Európai Tanácsban, az ENSZ közgyűlésén vagy az országgyűlésben megteszi ezt. A DK szerint a Hamasz egy tömeggyilkos terrorszervezet, amely nem a palesztinokat képviseli, ezért velük szemben Izraelnek joga van az önvédelemre. A Hamasz terrorszervezet és Izrael közötti fegyveres konfliktus kapcsán jelentett be gyűlést egy magánszemély Budapesten a második kerületben.
a november 22-ére szervezett eseményt azonban a gyülekezési jogról szóló törvény alapján betiltotta a budapesti rendőrfőkapitányság. Szerintük ugyanis jogosan lehet erőszakos megmozdulásoktól tartani. Hozzátették, hogy a gyűlés veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot és a jelenlévők testi épségét is. Felidézték, hogy a közelmúltban Európában és a világ számos nagyvárosában tartottak hasonló megmozdulásokat, amelyek erőszakba torkolottak. A budapesti rendőrség az Izrael és a Hamasz közötti fegyveres konfliktus kirobbanása óta már több hasonló rendezvényt is betiltott októberben. Hivatalosan is javaslatot tett az Európai Bizottság a tagsági tárgyalások megkezdésére Ukrajnával és Moldovával. Grúzia pedig megkapta a tagjelölti státuszt. Az Európai Unió végrehajtó szerve azonban részletes jelentésében több reform végrehajtását is kilátásba helyezte ezeknek az országoknak a számára, mielőtt még tovább léphetnének a csatlakozási folyamatban. A bizottság ajánlását a decemberre tervezett csúcs találkozón kell jóváhagyniuk az uniós vezetőknek. Egyetlen EU tagállamnak sem kellene veszélybe sodornia egy másik ország energiaellátásának biztonságát, jelentette ki Szijjártó Péter azzal kapcsolatban, hogy Bulgária megemelte a gáz tranzitdíját. A külügyminiszter szerint komolyan kellene venni az európai vitákban gyakran emlegetett szolidaritást. A bolgár kormány döntése értelmében megavatt óránként 20 bolgár levás, vagyis 3800 forintos úgynevezett energiahozzájárulást szednek az országon áthaladó orosz eredetű földgáz után, ami körülbelül 30%-os emelést jelent. Szijjártó szerint ez a lépés veszélybe sodorhatja Magyarország és Szerbia biztonságos ellátását, és hozzátette, a nyomásgyakorlás, hogy szabaduljunk meg az orosz földgáztól, egyszerűen megölni az ellátásunkat. Államközi vita alakult ki a magyar határkerítésről. Pockok, csirkék, emberek, a horvát elnök szerint a magyar kerítésen az megy át, aki akar, és a határkerítés egyáltalán nem alkalmas a migránsok megállítására. A magyar kormány viszont arra biztatta a horvát elnököt, hogy próbáljon meg Szerbiából hazánkba átjutni. Kíváncsiak lennének, sikerül-e neki. A horvát elnök legutóbb azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak lassan több ezer kilométeres határkerítése lesz, és ezen nyugodtan átjöhetnek pockok, csirkék, vaddisznók és emberek, szóval bárki, aki akar. Véleménye szerint, aki most átjön a magyar határkerítésen, az idehaza úgy érezheti magát, mint egy vidám parkban. Néhány óra múlva meg is érkezett a magyar kormány válasza. Orbán Balázs Facebook bejegyzésében azt javasolta Milanovic elnöknek, hogy próbáljon meg Szerbia felől illegálisan átjutni a magyar határon, és csak ezután beszéljünk a kerítés hatékonyságáról. A szocialisták és demokraták szerint szükség van a szerb határkerítésre, azonban a magyar határőrizet egyáltalán nem olyan, mint amilyennek azt a kormány lefesti. Amíg a szerb határnál ugye Robert Ficótól tudjuk azt, hogy a kormányzati propagandával szemben 43 ezer migráns és menekült megjelent a szlovák határon Magyarországon keresztül, tehát azon át lehet jutni, addig itt pedig áll Horvátországnál egy kerítés, aminek semmi keresni valója itt nem is őrzik, azt meg el kellett volna bontani. Hát ez a kormány az a nagy határvédelmi rendje, amire olyan végtelenül büszke. A Jobbik szerint jelenleg életveszélyes a szerb határ túloldalán sétálni a migráns áradat miatt, és a helyzetet tovább rontja, hogy a kormány embercsempészeket engedett szabadon, akik újra munkába álltak. Sajt Zoltán, a Magyarországgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke járt is a magyar-szerb határnál, ahol arról számolt be, hogy igenis komoly problémák vannak, fegyveres összetűzések vannak. Ezen valamelyes segít az, hogy a szerb különleges erők is megjelentek a határnál, de összességében Magyarországnak komoly felelőssége van abban, hogy ez a helyzet kialakult, hiszen a magyar kormány már több mint 1000 embercsempészt engedett szabadon, akik így a szerb határon könnyedén tudnak együttműködni a másik oldalon lévő embercsempészekkel, tovább növelve a nyomást a magyar határon. A kormány viszont azt állítja, nem igazak az ellenzéki politikusok állításai. A magyar határkerítés igenis alkalmas az illegális migráció megállítására. Benyújtotta lemondását António Costa, portugál miniszterelnök, miután a hatóságok házkutatást tartottak a hivatalos rezidenciáján egy korrupciós vizsgálat részeként. Hivatalvezetőjét pedig korrupció gyanújával őrizetbe vették. Az ügy az ország északi részén zajló lítium kitermelési tervekkel és egy zöld hidrogén megaprojekttel áll összefüggésben.
Costa ellen további vizsgálatokat is indítottak. A hvg.hu által Lex Budaházinak nevezett friss kormányzati módosító javaslatról kérdezte az igazságügyi minisztérium államtitkárát a Momentum a javaslat csomag parlamenti vitájában. Eszerint az államfői kegyelem 5 éves próbaideje a közügyektől való eltiltás idejébe is beleszámítana. A változtatás komoly könnyítést jelentene a terrorvádak miatt a Hunnia perben elítélt, de tavasszal államfői kegyelemmel szabadult Budaházi György számára, akinél így kedvezően számítanák a közügyektől eltiltás mellékbüntetés idejét. Lépási Róbert igazságügyi államtitkár válaszában arról beszélt, egy jogilag egyértelműen nem szabályozott helyzetet tesz tisztába a kormány. Azt viszont nem cáfolta, hogy a szabályok változása jól jön Budaházinak. Csintalan Sándor közéleti szereplő műsorvezető levélben kért elnöki kegyelmet annak a három férfinak, akiket az ő megverése miatt ítéltek el 15 évnyi pereskedés után, írja a Magyar Hang. Novák Katalin ezután személyes találkozóra hívta Csintalan Sándort. Az egykori műsorvezető szerint a 15 éve tartó eljárás bőven elegendő büntetés az elkövetőknek, és nem szeretné, ha a gyermekeik apa nélkül nőnének fel. A bíróság korábbi 2007 döntése szerint egy Budaházi Györgyhöz köthető szervezet verte össze Csintalan Sándort egy mély garázsban. Ő akkoriban a Hír TV műsorvezetője volt. Váratlan meglepetésben volt része egy floridai családnak, akik házhoz rendelték a vacsorájukat, ugyanis hiába hagyta a futár az ajtó előtt az ételes csomagot, mire kiléptek volna az ajtón, egy szemfüles medve már lenyúlta és olajra lépett. A honpon maradt hollandói család pedig csak az ajtó melletti kameráján nézhette végig a történteket. Önök viszont perceken belül végignézhetik a startot, amelyben Köbör Anitával várjuk mai vendégeinket, hogy kiket pontosan mindjárt meg tudjuk tőle. Jó reggelt, szervusz Alita! Jó reggelt, szervusz Tamás, köszöntöm a kedves nézőinket! Hát nem hallottalak, Tamáson, mondd kérlek még egy, lássuk a medvét, ja, találom. Kik jönnek hozzánk. Igen, vagy még azokat, hogy egy ilyen mértékű vagy méretű meglepetés vendégünk nem lesz, de ettől függetlenül a témáink hasonló méretűek lesznek, mert hogy például talán jó hírnek mondható az, hogy Magyarország nem az utolsó helyen csathangol valamiben, de tessék, rá tudok a medvére mégiscsak kapcsolódni, hogy ugyanis a kórházi fertőzések számában és méretében az államtitkárság szerint jobban állunk, mint az uniós átlag, aminek mondhatjuk, hogy talán örülhetünk, bár az lenne a legjobb, hogyha ezzel egyáltalán nem kéne számolni azoknak, akik például kórházban fekszenek. De hogy mit jelent ez pontosan és minek köszönhető, erről is fogunk majd László Imrével beszélgetni. A DK egészségpolitikusa egyébként Újbuda polgármestere lesz itt velünk reggel a szigorlatban, és hogyha már ugye Újbuda polgármestereként is jelen van, akkor beszélni fogunk az önkormányzatok helyzetéről. Skype-on csatlakozik majd hozzánk Újhelyi István LP képviselő, az esélyközösség alapítója. A híradóban is láthatták a nézők, hogy foglalkoztunk ismételten az uniós pénzek, források megérkezésével, most állítólag megint a magyar kormánynál pattog a labda, és Újhelyi István a minap arról adott hírt, hogy hát információi szerint most úgy néz ki, hogy zöld utat kapott Magyarország, és tényleg hamarosan, nem idén, de hamarosan jöhetnek az EU-s pénzek. Ugye érdekes kérdés, hogy milyen információkra tudja ezt alapozni, kitől mit hallott, és mennyire lehet ezt biztosra venni, és ha meg már tényleg így van, akkor miért nem a kormány jelenti be nagy boldogan mindezt, úgyhogy ezt fogom majd tőle megkérdezni. Lesz természetesen szó az izraeli háborúról, ott folyamatosan alakul a helyzet, erről fogunk szakértőkkel is beszélgetni, és Vesperger István is érkezik hozzánk ma reggel, illetve kijött a GKI-nak egy új felmérése, mégpedig az, hogy a valódi inflációnál az infláció mértékének érzékelése minimum kétszer akkora, tehát egy 25%-os inflációnál 40-45%-nak érzékelték a drágulást az emberek, hogy ez mit jelent pontosan, erről fogunk beszélgetni. Tehát ezek a ma reggeli témáink, érdemes velünk maradni. Köszönjük, Anita, valóban nézzenek minket, egészen 8.55-ig, addig tart műsorunk a Start Plusszal együtt, és közben még 7 órakor, illetve a műsort követően 8.55-kor is friss híradót láthatnak itt az ATV-n. Kezdjék velünk a napot!